Fokozódó megélhetési gondok enyhítése érdekében idén ősszel kibővültek az önkormányzati szociális támogatások, és az immár hagyományos évvégi városi ajándékcsomagokba is főként alapvető élelmiszerek kerültek. Budakalászon régóta hagyománya van annak, hogy karácsony közelettével az adventi időszakban az idősek számára az önkormányzat egy ajándékcsomagot készít össze. Idén is úgy döntött a városvezetés, hogy ugyan a gazdasági pénzügyi körülmények nehezebbek, de talán pont ezért is szükség van arra, hogy az idősek számára, a nyugdíjasok számára tudjunk adni egy kis segítséget. Nagyon sokan vannak, akiknek a megemelkedett élelmiszerárak, megemelkedett rezsiköltségek nehézséget jelentenek, és egy kicsit a hétköznapokban és az ünnepre készülve is ez az ajándékcsomag segítséget jelenthet. A csomagokat a nyugellátásban, baleseti ellátásban, rokkantsági ellátásban, valamint árvasági ellátásban részesülő budakalászi lakosok vehették át. Több mint 2000 ajándékcsomagot állított össze az önkormányzat a nyugdíjasok részére. Ebben a csomagban elsősorban alapvető élelmiszerek találhatók meg, de van benne egy kis édesség is, egy kis készülődés az ünnepre, teja, szaloncukor és egyéb meglepetés. Ezekkel próbáljuk az ünnepi készülődést segíteni. Az önkormányzat adományai mellett egy helyi lakos nemes felajánlása is helyet kapott a csomagokban. A csomagokhoz a belevalókat, azokat az önkormányzat által biztosított forrásból tudtuk megvásárolni, de az idejében volt egy nagyon kedves és nagyvonalú felajánlás is. Egy helyi vállalkozó több mint 5 mázsa szaloncukrot ajánlott fel a város idősei számára, úgyhogy a nyugdíjas csomagokba idén a felajánlás révén tudtak bekerülni a szaloncukrok is. Az adományokat meghatalmazással is át lehet venni. A családtagok, akár szomszédok is segíthetnek azoknak, akik önállóan nem tudnak megjelenni a helyszínen. Amennyiben lesznek megmaradó csomagok, ugye tavaly is volt ilyenre példa, akkor azokat pedig budakalászi rászorulók számára fogjuk eljutatni a segélyszervezeteken keresztül. Idén is készülnek rá, hogy szükség esetén ki tudják vinni még azoknak, akik igazán rászorulnak. A csomagok 2/3-át már kiosztották. Aki nem tudott a meghirdetett időpontokban megjelenni, a héten az önkormányzatnál nyitvatartási időben még megteheti az ellátást igazoló igazolvánnyal vagy meghatalmazással.